Sziasztok, kellemes napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Lakkihegy Rádió reggeli ébresztőműsora a mikrofonoknál, Bredák Szandi és... Fülöp Bea, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Hát nagyon sokan vállalkoznak. Igen. Vállalkozunk, beszélhetek többes számba. Ennek számtalan buktatója van, és készülőben van egy könyv, tulajdonképpen megjelenés előtt áll, aminek a szerzőjét alapvetően ismerem is, úgyhogy én arra gondoltam, hogy most mi lenne, ha mai is reggelen Tóth Gábor Pétert ide hívnánk, és ő meg is érkezett. Jó reggelt, Gábor, aki adótanácsadó, könyvelőiroda vezető. Mi ugye régi ismerősök vagyunk, de az, hogy te könyvszerző is leszel, vagy könyvet írsz, azt én nem tudtam, hiszen a könyvelők relatív ritkán írnak könyveket, de a Nagybetűs Könyvelő című könyved már gyakorlatilag szinte készen van, még nem lehet kapni, de azért ez szeptemberben meg lesz. Miért ír egy könyvelő könyvet? Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát igen, ez egy nagyon fontos téma. Ebben a témában nem írt senki könyvet, illetve nagyon keveset beszélnek róla, és ugye hát a vállalkozónak az egyik alappillére a könyvelő. Tehát van egy kedvenc definícióm a könyvelőre, hogy az egyetlen személy, aki tisztában van azzal, hogy valójában mi folyik a cégnél. Ez így és, van. És nagyon fontos az üzleti életben, hogy egy megbízható, precíz, pontos könyvelője legyen a vállalkozónak, és hát sajnos ugye van egy szűk réteg, amiket mi kamikáze könyvelőknek hívunk, akik gyakorlatilag ugye lerombolják a vállalkozásodat. És hát erre szeretnénk, jó hír. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Hát meg ugye az ebben a nagyon nehéz, hogy ez idő, mire kiderül. Tehát, hogy mire odamész egy könyvelőhöz, tehát igazából bármilyen szakembernél elmondható ez, én azt gondolom, hogy azért kell egy kis idő, még annak ellenére is, hogyha mondjuk sokan azt mondják, hogy tényleg jó, menjen hozzá, javaslom, mert én már futottam bele abba, hogy én meg azt tapasztaltam, hogy nem jó. Egy picit szól erről is majd a könyv, hogy hogyan lehetne minél rövidebb idő alatt kitapasztalni, hogy na ő-e a mi könyvelünk, a mi emberünk, vagy sem? Igen, abszolút, tehát 3x20-as listát adok az olvasóknak. Plusz ezen az árulkodó jelekről? Vagy? Hasznos tanácsot. Aha. Igen, tehát azok, amikor akár egy új könyvelőt keres, tehát nem kell, hogy már a meglévő régivel gond legyen, hanem egy új könyvelő keres, és akkor egy vállalkozás indításakor milyen könyvelőt válaszunk ki, mit tudsz ellenőrizni, hogy tényleg regisztrált, mérleképes könyvelője. Volt-e felszámolt könyvelő cége, mert sajnos ilyenekkel is találkozunk. Van-e alkalmazottja, nincs alkalmazottja, tehát rengeteget tudunk ellenőrizni anélkül, hogy vele kellene beszélnünk, és ezeket mind leírtuk a könyvbe, hogy tud megfelelően dönteni a vállalkozó. Egyébként jó is, hogy most erről is beszélünk, hogy akár könyvelőt váltani, választani, hiszen ugye májusban a legtöbb... Aktuális. Igen, abszolút aktuális, hogy májusban ugye megtörténtek az adóbevallások, lezárult tulajdonképpen az adóév. Gondolom, hogy ilyenkor, ha váltásról van szó, akkor a legtöbben ilyenkor váltanak, ilyenkor jut eszükbe. Igen, igen, abszolút. Ugye május 31-jel lezáródnak a cégeknek az üzletéve, illetve az egyéni vállalkozók május 20-szal. Utána szánják rá magukat az emberek, hogy váltsanak, mert látják, hogy mondjuk nem készült el a beszámoló, valami nem jó, de tehát általában ez a nyár utáni időszakban történik, de mindig hangsúlyozom én, hogy merjünk könyvelőt váltani évközben is. Nagyobb macera, azt aláírom, viszont akkor azt az évet már egy olyan könyvelő zárja, aki a kérdet esetben jobban ért hozzá, és rendbe teszi, és nem egy rossz beszámoló készül el. Úgyhogy a vállalkozók fejében ezt a könyv azért is született, hogy helyre tegyük ezeket a folyamatokat, hogy válasszanak könyvelőt, hogy ismerjék fel a jeleket arra, hogy egy kamikáze könyvelőjük van, illetve hogy merjenek váltani. Tehát, hogy a vállalkozás alappillére a könyvelő, tehát váltsanak. Arra vagyok egyébként kíváncsi, ha már a könyvről beszélünk, és mindjárt visszatérünk erre a témára is, hogy amikor valaki könyvet ír, pláne, hogyha mondjuk nem túl humán beállítottság, mert azért egy könyvelés az eléggé reális, és mégis valaki könyvet ír, akkor én feltételezem, hogy azt azért teszi, mert nem talált ilyen jellegű könyvet. Tehát ez egy hiánycikk, mert hogy ez nekem olyan furcsa, hogy hány millió könyvet lehet már különböző témák találni, és hogy mégis egy-egy szakember felfedezi azt, hogy de ilyen még nincsen. Tehát, hogy ilyet nem nagyon találtál te, mint igen, szakember? Tehát, abszolút, tehát hogy ez egy hiánypótló mű most Magyarországon, senki nem merte ezeket leírni. Hoppá, szereztél pár ellenséget, vagy fogsz? Igen, mert a szakmának nem te leszel a kedvence. Negatív kommentjei a könyvnek, de én ezt vállalom, mert tényleg azt szeretnénk, hogy a jó könyvelők maradjanak a piacon. És igen, ugye a vállalkozónak is sok mindent meg kell tenni, ugye az előző kérdésre válaszolva, hogy neki is azért adózási alapfogalmakkal tisztába kell lenni. Hiába van egy jó könyvelője, tehát ezt le is írjuk a könyve, vagy le is írom a könyve, hogy mikkel kell figyelemmel lenni. Uh-huh. Tehát az, hogy
mondjuk a bérbevallás határideje az ugye minden hónapot követő 12-e. Igen. Ezt azért tudni kell, és hogyha ugye nem küldi a járulékutalást a könyvelő, akkor erről kapcsolni kell, hogy itt akkor valami baj van, hogy nekünk nem küldött semmit. Tehát, hogy nem lehet kibújni a vállalkozónak az alól, hogy van egy könyvelőm, és akkor ő megold mindent. Megold mindent, de alapfogalmakkal muszáj tisztában lenni, különben lehet az, hogy egy kamikáze könyvelő, és észre se veszi a vállalkozó. Hát ez olyan, mint amikor engem figyelmeztet a könyvelő, hogy elküldenéd a bizonyos bank kivonatát? Tehát, hogy nem, tehát ő nem tud dolgozni, ha én nem küldöm el neki időben ezeket abszolút az adatokat. Abszolút, ez ilyen közös kooperáció, viszont nagyon sok kérdés, de kettő, mert anélkül biztos nem engedünk el ezekre, válaszolj kérlek, hogy egyrészt miért éri meg, én ezt sose tudom megérteni, hogy miért éri meg valakinek rosszul végezni a munkáját, ahogy idézette, vagy tőled idézem, kamikáze könyvelőnek lenni, hogy nem tart attól, hogy egy idő után nem lesz ügyfele, vagy mindig lesznek olyan idézőjelbe pali madarak, sajnos, aki nem ismeri, oda megy. Tehát, hogy én sose értem, hogy aki szolgáltatást nyújt, annak miért éri meg azt rosszul csinálni? Igen, főleg egy könyvelésnél. Egy könyvelőnél nem úgy van, hogy még akár felelősség biztosítás is kell, hogy legyen, vagy hogy ezt is ellenőriznem kell, hogyha hibázik valamit, akkor kivállalja a felelősséget? Igen, tehát ugye itt mondjuk 3x20-as listát adok, ugye, amit említettem. Az egyikben az első három pont, hogy felelősségbiztosítás, szerződés, meghatalmazás. Tehát, hogy ha ennél a háromnál bármelyiknél fennakadunk, akkor azonnal vagy váltsunk könyvelőt, vagy nem menjünk hozzá. És sajnos nagyon sok könyvelő Magyarországon úgy dolgozik, hogy nem meghatalmazással, hanem ugye az ügyfél ügyfélkapujával adja be a dolgokat, és gyakorlatilag, ha bármi adóhiány van, és a könyvet is úgy írtuk meg, hogy egyrészt nem szakmai, tehát köszönjük, törvényi hivatkozással, hanem abszolút fogyasztható módon, és minden egyes témához sztorikkal, valós sztorik vannak leírva benne, és például az egyik az pont az egy ilyen sztori, hogy a könyvelő ugye az ügyvezető ügyfélkapujával adta be a dolgokat, jött egy 20 milliós adóhiány, Jézus. És ő föltette a kezét, hogy hát nem ő adta be, hanem az ügyvezető, úgyhogy köszöni szépen. És akkor ilyenkor nem tudunk mit tenni. Tehát, hogy ilyenkor, tehát, hogy erre nagyon kell figyelni, hogy meghatalmazás legyen, szerződés legyen, mik a felelősségvállalásai. Van-e biztosítása, ha nincs, akkor ő mennyi kárt vállal ezért? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon jó téma. De Gábor, én említettem az előbb mondjuk a kozmetikusokat, a fodrászokat, akik tényleg egy ilyen kis vállalkozást visznek, de hát ők is kényszerpályán mozognak. Most az ő esetükben is, tehát egy abszolút pici vállalkozásnál is ezeknek meg kell lenni? Abszolút, abszolút. Aha. Tehát, hogy mindenképpen... Mindenképpen, mert hogyha valami miatt mondjuk azt a katást kirakják a katából, ugye akkor két évig nem választhatja. Történt ilyen az elmúlt években. És akkor lehet, hogy nem kapott pénzbüntetést, de akkor ugye a havi 50 ezres kata helyett átmehet általányadóba, és fizethet sokkal több 100 000 forintot, és nem biztos, hogy a kozmetikáját fönn tudja tartani, és most akkor ugye csak egy katásról beszélünk. Elképzelhetjük, hogy nagy cégek esetében ez milyen adóhiányok lehetnek, vagy bármi egyéb. Ugye ez a kataváltozás volt az, ami padlóra küldött nagyon sok vállalkozást. Hát vagy igen, át kellett gondolni, én is ebbe tartozom egyébként bele. Ugye ott alapvetően az volt a legnagyobb változás, hogy csak magánszemélyeknek adhat. Igen, tehát az új kata csak magánszemélyes. Volna, igen. Tehát például egy kozmetikus, ha már ezen a példán vagyunk, ő elméletileg maradhatott katás, én mondjuk már kevésbé. Igen, és akkor ott gondolkodni kellett. De ami még az előbb eszembe jutott, az, hogy kinek a felelőssége az, hogy én ezekkel, mint magánember vagy vállalkozó tisztában vagyok, vagy nem? Tehát, hogy ezt nekem kell utána járni, vagy vannak ilyen tanfolyamok, vagy googlizgassak, vagy hogy lehet ezen elindulni erről is? Esetleg van az, hogy hogyan képezzem magamat, hogy valamilyen alap... vállalkozásodban legalább annyira képbe legyél, hogy azért tudj együtt dolgozni egy könyvelővel, és ne sobod magad bajba. Igen, tényleg. Abszolút, hát úgy ezek is benne vannak. Jaj, a könyvben. De jó. Alig vár, szól ez a könyv. Nincs, tehát Magyarországon nem tanítják ugye ezeket a vállalkozási alapokat. Sok mindent nem Nagyon fontos lenne, mert tényleg manapság ugye egyre több a vállalkozó, viszont nem, tehát fogalmuk sincs róla. Azt se tudja, mi az az ügyfélkapu, mit, hogy kell, mit csinál a NAV. Tehát, hogy tényleg, ezt tényleg kicsit bele kell mélyedni. Egy piaci rés, nem akartok ilyen valami alapvállalkozói tanfolyam? De szeretnék én egy napos konferenciákat több vendégelőadóval, ahol kifejezetten vállalkozóknak akár az indulás, akár az árazás, akár a főkönyvelemzés, valamilyen szinten mondjuk egy cég esetében már célszerű ismerni, hogy a főkönyvünk mit rejt. Tehát, hogy nagyon sok vállalkozó ugye elkészíti a könyvelője a beszámolót, odaadja neki, aláírja, és akkor annyit tudja, hogy az adózott eredménye 2 millió forint volt, de ezen kívül nem tudja ugye a beltartalmát. Nyilván nem kell olyan szinten tudni, amit egy könyvelőnek, csak mondjuk, ha ránéz egy főkönyvi kivonatra, akkor lásson bele, hogy mi micsoda.
Tóth Gábor Péter könyvelő, adótanácsadó, szakértő és most már íróval folytatjuk a beszélgetést pillanatokon belül, előtte viszont jöjjenek a hírek és egy kis zene. Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfelnap, vendégünk a folytatásban is Tóth Gábor Péter, könyvelő, Szigetszent Miklóson él egyébként, adótanácsadó, aki dolgozik egy könyv megjelenésén, idén biztosan megjelenik már, egyébként hozott belőle példányt, de hivatalosan szeptembertől lesz majd kapható. Egy picit visszatérve arra, hogy miért éri meg rosszul végezni a munkánkat, és tudom, hogy ez valahol egy kicsit ilyen álnaív kérdés, de hogy egyébként biztos, hogy te látod, hogy milyen a piac, a könyvelőkre gondolok, hogy így sok a kókler, bocsánat, hogy így fogalmazok, és hogy miért? Tehát, hogy ezzel annyira jól lehet keresni, hogy megéri rosszul is csinálni, vagy nem fél attól, hogy a mai világban olyan verseny van, hogy elveszíti az ügyfélköreit? Még ezt pontolgassuk már egy kicsit, mert engem ez nagyon érdekel, hogy látom, hogy meri bevállalni azt, hogy nem jól végzi a munkáját. Valakinek a zsebére játszik, tehát itt nagyon komoly összegeket lehet bukni. Hát egyrészt, másrészt meg azért itt tényleg jóval nagyobb a felelősség, bár ezek szerint képesek azt mondani, tök mindegy, hogy könyvelő, nem könyvelő emberek, hogy ja, hát én, nem én voltam. Hát, és hogy bizonyított tényleg azt, hogy az ügyfélkapuban nem te csináltad, hanem a könyvelőd? Igen, abszolút, és tehát, hogy ezt így nehéz bizonyítani volt egy olyan ügyfél, akinél bíróságon is voltunk ez miatt, és, uh-huh. és nem tudtuk elérni az igazunkat az előző könyvelővel szembe, tehát tényleg nagyon oda kell erre figyelni, és ugye a kérdésedre válaszolva, meg tudja csinálni, mert rengeteg vállalkozó van. Ha az egyik elmegy tőle, akkor majd jön a másik. Hát ez szomorú. Sőt, olyan esetünk is volt, ahol egy ilyen kamikáze könyvelőtől elhoztunk egy vállalkozót, mert ismeretség révén minket ajánlottak, átjött, de az ő családja ott maradt. Hiába mondtuk, hogy ne maradjon ott. Átjött, mi könyveltük x évig a cégét, majd mondta, hogy hát ő most kilépne a cégéből, de odaadja a családjának, úgyhogy visszakerül ahhoz a könyvelőhöz a cég. Hoppá. Tehát amit mi 3-4 év alatt elvetettünk az ő cégében, de ő úgy volt fel, hogy ő már nem dolgozik benne, odaadja a családnak azt mondta, hogy visszamegy ehhez a könyvelőhöz. Ez 2 hónapja történt meg ez a váltás, azóta egy bevallás nem ment be a cégnek. Júj, ez nagyon szóval annak azért meg lesz a bőtje. Igen, és még mindig dolgozik ugye ez a könyvelő, tehát hogy igen, ez a baj. Milyen furcsa, hogy valahol már könyvelésről beszélünk, de egyébként meg személyiségelemzésről is, mert valószínűleg ebben a példában is az van, hogy mi emberek, vagy lehet, hogy ez a magyarokra jellemző, nem szeretünk váltani, még akkor sem, hogyha az jobb váltás, mert hogy bizonytalan, ismeretlen, ahogy te is mondtad azért az elején, macerával jár, és nem arra gondolunk, hogy hosszú távon ez sokkal jobban megérem, őt ismerem, oké, hogy rosszabb, mint a másik, de már oda járok x éve, maradjon, nem? Tehát, hogy igen, ez a mentalitás is nagyon félnek van. Váltani a vállalkozók, és tényleg ez, hogy az állandóság legyen, igen. Hogy nem egy még új ha az valami. Rosszabb is. Igen, akkor inkább jó az úgy, az állóvízzel, csak mikor megjön a bírság, akkor már kénytelen váltani, de akkor meg már ugye helyrehozható minden, mert mi mindent helyre tudunk hozni, csak nem mindegy, hogy adott esetben a cikki vonaton ugye rajta marad egy bejegyzés. Ami, igen. Ha helyreáll, nem lesz ott, de ha mondjuk elmegy az ügyfél, és ilyen példa is van, banki hitelre, a bankos mindent uh-huh. lát a múltból. Uh-huh. És megkérdezi, mi volt 10 évvel ezelőtt az adószámtörlés, vagy mi volt ez az inkasszó. Uh-huh. És ez miatt elbuknak egy hitelösszeget. Tehát, hogy uh-huh. ez igen. A könyv ugye, az alcíme egyébként, tehát hogy ez jól emlékszem, hogy szeptember környékén szeptember fog megjelenni. Szeptember elején már uh-huh. biztos, hogy megjelenik. A nagybetűs könyvelő kiválasztási kalauz vállalkozóknak és vállalkozni vágyóknak. Felmerül bennem a kérdés itt az utóbbi kifejezésre, hogy előfordulhat az, hogy mondjuk sokan azért nem mernek elkezdeni vállalkozni, mert pont ezért félnek a buktatóktól, nem ismerik ezt a területet annyira, hogyha mondjuk ezt a könyvet majd elolvassák, akkor azt mondják, hogy hát végül is így, hogy már ezt elolvastam, ez a tudás bennem van, a fejemben van, esetleg, ha olyan van, hozzátok tudunk fordulni, hogy mondjuk ez tudja motiválni arra, hogy na jó, akkor elkezdem. Tehát ez is volt a cél? Igen, tehát abszolút ez is a cél. Nem azt írom le a könyv, hogy az egyes adózási uh-huh. Módok közül melyiket válassza. Ugye ez már nyilván következő szint, hogy akkor felkeresik könyvelőt adótanácsadásra, illetve terve van ilyen könyveknek is a kiadása. Ez tényleg az, hogy egyáltalán hogyan induljon el, hogyan vállalkozzon, milyen adózási alapfogalmak vannak, a könyvelőt hogy válassza ki, ugye milyen ismérvek alapján, tehát hogy egy kicsit így magabiztosabban el tud indulni, és nem fog egy rossz helyre kerülni. Tehát azt mondom, hogy aki betartja ezeket, annak garantálom, hogy jó könyvelője lesz, tehát hogy...
Én azért szeretem egyébként az ilyen könyveket, mert úgy tudsz tanulni, hogy nem kell hosszú órákat tölteni akár tanfolyamon. Oké, nincs végzettség utána, de van egy alapismereted, azért egy könyvára talán, vagy nem tudom, lesz-e könyvtárba, vagy nem tudom, de hogy azért el lehet juttatni, és egy csomó olyan információ benne van egy könyvbe, a könyvben, amit lehet, hogy megspórolunk egy csomó időt azzal, hogy tanfolyamokra járjunk. És akár nem vagy kiszolgáltatva, mert itt ugye az a kérdés, hogy mennyire vagy kiszolgáltatva, hiszen ha ezeket nem tudod, akkor gyakorlatilag az első bírságig bármi történhet, aztán utána lehet, hogy elkezdesz gondolkodni, de ha nem tudod egy kicsit, nem látsz bele valamennyire, nekem azért ez félelmetes, tehát annak, aki mondjuk nekem nehezen is érettségizett matekból, annak a számok világa ijesztő, viszont ha az ember tud bízni egy könyvelőben, és nagyjából rálát a dolgokra, és tudja, hogy neki mi a dolga, milyen határidővel, akkor így hátradőlsz, hogy jó, szuper, meg vagyunk. Abszolút, igen, meg egyébként így az érzésekre is szerintem érdemes hagyatkozni. Nekem is volt már olyan, hogy nem tudtam megmondani miért, de azt éreztem, hogy nem ő lesz az én könyvelőm. Tehát, hogy biztos ez is számít. Nem tudom, a férfiaknál van-e ilyen, hogy megérzés, de hogy azért nálunk van. Tehát, hogy igen, abszolút, ezt is leírom a könyvben. Na, tényleg, nem is olvastam. Hogy miket, tehát, hogy tényleg a szimpátia is fontos, az, igen, hogy most mennyire digitalizált az iroda, ajánlották, nem ajánlották. Ugye, amit meg tudsz vizsgálni, ugye teleraktam 4 oldalnyi linkkel a könyvet, ami mind ellenőrzésekre szolgál a vállalkozóknak. Menet közben ugye QR kódokkal, tehát olvasás közben egyből föl tud menni a vállalkozó megnézni, hogy mikre adunk tanácsot. Ha ezeket mind összevetik, akkor azért tudnak egy jó könyvelet választani, mert szerencsére nagyon sok jó könyvelő van itthon Magyarországon. Csak az a baj, hogy ugye a mi elismerésünket nyomják le ezek a kamikáze könyvelők, akik mondjuk 5000 forintért bevállalnak egy ügyfelet. Ezt mi is ismerjük. Mert be tudnak vállalni sok ügyfelet így. Igen, különböző újságírók miatt így minden újságírót, vagy akár rádióst megbélyegeznek, szóval ezzel mi is egy picikét harcolunk. Mindjárt jönnek a hírek, de még előtte csak egy pillanat, annyi időnk még talán van, hogy elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni. De azt nagyon akartam. Igen, eszembe jutott, hogy mi köszönjük. Mi nem ezzel foglalkozók, de hogy attól amúgy nem tartasz, hogy lesznek, majd erről már az előbb egy picit beszéltünk, hát vagy irigyeid, vagy hogy is mondjam, tehát aki úgy nem fog ennek annyira örülni, főleg akiről szól ugye a kamikáze könyvelők. De hát ugye pont ez a cél, ugye? Hogy... Igen, hát ez a cél, hogy ezt egy kicsit kimozdítsuk az állóvizet itt a vállalkozók és a könyvelők között. Szerintem nagyon sok könyvelő örülni fog neki, hogy esetleg valamilyen folyamat elindul, mert nálunk nincs olyan szakmai szervezet, mint az ügyvédeknél például. Tehát aha, erre kéne lobbizni, hogy legyen egy olyan szervezet, aki kizárná ezeket a könyvelőket. De ugye az se segít nekünk, hogy például egy mérlek, tehát beszámolót, mikor beadunk, a mérleképes könyvelőnek, ha beírják a regisztrációs számát, akár 4-0-át is odaírhat valaki, ilyet is láttam. És a rendszer nem dobja ki, hogy nem valós regisztrációs szám. Tehát, ja, innentől ez egy visszavon mérleképes regisztrációs számot is be lehet adni beszámolót. Tehát, hogy erre kéne nekünk egy szervezet, aki ezt ugye kizárja, ne engedjen beadni doksikat, ha tényleg nem valós a szám. Tehát, hogy ez... Van azért és ismét, van igen, lesznek negatív, biztos, hogy fogok kapni negatívat. Állítólag az a sikernek az egyik jele. Ezt várom egyébként, meg az is egy úgymond reklám, vagy egy igen, a negatív egy reklám is reklám. Igen. Hát, hogyha már félelmet váltasz ki valakiből ezzel, vagy tartás, akkor az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz. És hát nagyon még köszönjük. Gondolatot van, hogy visszatérve ez a témához, szerintem a kamikáze könyvelők nem fogják ezt a könyvet elolvasni. Mert azok nem költenek továbbképzésre, nem semmilyen időt nem fordítanak erre. Szerintem ők azért kevesen lesznek, max meglátják a hirdetést, és az miatt fognak reagálni. Vagy max kevesebb ügyfelük lesz, és hirtelen fel fog tűnni, hogy mi történt. Azt gondolom, ez egy nagyon lassú folyamat, de kívánom, hogy gyorsabb legyen, igen, és hogy azért tisztuljon ez a szakma is. Úgyhogy Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Az elmúlt jó néhány percben Tóth Gábor adótanácsadót hallhattátok, aki a Nagybetűs könyvelő című könyvet megírta, ami jelenleg még nem kapható, majd szeptember, de azt gondolom, hogy addig is jó, ha észben tartjuk, hogy mi mindenre kell figyelnünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és egyébként gyere még hozzánk, mert szeretnénk tanulni. Mindenképpen, meg hát nyilván, amikor megjelenik a könyv, akkor is majd beszélgetünk, ezt a beszélgetést Alakj egy Rádió YouTube csatornáján is nem sokára vissza tudjátok hallgatni.